Most következő műsorunk megtekintését 12 éven aluli nézőinknek nem ajánljuk. A műanyagról szóló filmemet légi felvételekkel akartam kezdeni. Alattunk nem látszott volna más, csak a tiszta, érintetlen természet. Csak az a baj, hogy ma már sehol sincs tiszta, érintetlen táj a Földön. Földünk a műanyag bolygó. Volt, amikor még nem létezett műanyag. De aztán 1907-ben feltűnt egy belga vegyész, Leo Hendrik von Békenland. Ő találta fel a bakelitet, az első teljesen szintetikus kőolaj származékot. A kőkorszak, a bronzkor és a jégkorszak után most a műanyag korszakban élünk. Mi vagyunk a műanyagkor gyermekei. Születésem óta műanyag vesz körül. Máig emlékszem arra a sok színesen csillogó tárgyra. Tudom, milyen a műanyag tapintása, milyen a szaga, és legfőképpen, milyen az íze. A 60-as években nagyapám egy német műanyagipari cég vezetője volt. Ő szerettette meg velem a műanyagot. Mindig imádtam az ajándékait. Általuk lettem sztár a társaim közt. A nagyapám 61 éves korában elhunyt, így már nem beszélgethettem vele a műanyagról. Ezért találkoztam ma John Taylorral, a Plastics Europe elnökével, aki az Európai Műanyaggyártók Szövetségének elnöke. Közel 18 hosszú hónapomba került, míg végre sikerült összehoznunk ezt a találkozót. Mert John Taylor nem csak a Plastics Europe elnöke, hanem a Borealisnak, a világ egyik legnagyobb műanyaggyárának vezérigazgatója is egyben. Jó napot! Werner Bóte vagyok, találkozom lesz John Taylor úrral. Csodás termékek, csodás alapanyagok. Ha felidézem a gyerekkoromat, mindig eszembe jut a műanyag, de ez leginkább a nagyapám miatt van így. Ezt még ő rajzolta nekem, és a műanyaggyártás fejlődését vázolta fel benne. Kiemelte, hogy évi 5 millió tonnát gyártanak, és neki ez egyértelműen bizonyította, hogy nagy jövője van a dolognak. És ez csak fokozódott azóta. A legfrissebb adatok szerint csak Európában 60 millió tonnát gyártanak. 60 millió tonna? Az európai 60 millió tonna nagyjából negyede a világ össztermelésének.
A műanyag, mint összefoglaló név, sok és sokféle módon előállított kémiai vegyületet takar. Azt is mondhatjuk, hogy ez egy felnőtt legó, amelyben sok kis alkotóelemet kapcsolunk össze úgy, hogy ezután új funkcióval és új tulajdonságokkal rendelkezzenek. Ez egy vízellátási főnyomócső. Képzelje el, milyen súlyos lenne, ha betonból vagy acélból készülne. Itt egy pillepalack. Ez is rendkívül könnyű anyag. Ha üvegből készülne, sokkal nehezebb lenne, ezért a szállításához is sokkal több energiára lenne szükség. Ráadásul, ha leesik, ez nem törik el. Egy szóval a műanyag életünk számtalan vonatkozásában főszereplő. Bizony, ha ehhez üveget használnánk, az sokkal nehezebb lenne. Kész rémálom. El tudja képzelni a világot műanyag nélkül. Vegyük példának a legutóbbi futballvilágbajnokságot. El tudja képzelni, milyen lett volna a VB műanyag nélkül. Hát a labda bőrből készül. Biztos benne, hogy a labda bőrből készül? Nem. Ma már az is műanyagból van. Egy különleges műanyagból, amely sokkal rugalmasabb. A mezek pedig... Mi van a mezekkel? Azok is műszálas anyagokból készülnek. Nylon, poliamid, poliészter. Ó, tényleg. Amit a nagyapja elkezdett, izgalmas iparággá nőtte ki magát, és ez még évtizedek múltán is így lesz. A kémia mindig is lenyűgözte az emberiséget. A középkortól egészen napjainkig. A mai gyerekek számára ez talán még érdekesebb. Mindenhol a modern kémia vívmányai vesznek körül. Ablakkeretek, függönyök, kárpitok és bútorok. A kémiának köszönhető az újfajta harisnyák okozta cáberő is. A modern tudomány csodája, hogy az olyan általános anyagokat, mint a szén, a víz és a levegő, sikerült átalakítani a selyemnél is finomabb anyaggá, amelyeket pókfonál vékonyságú, de annál jóval erősebb és rugalmasabb szálakból sodortak. A nylon egy nagyon vékony membránként keletkezik két folyadékréteg határán. Ott, ahol ezek összeérnek, egy kis mesterséges hártya keletkezik. A műanyag gyártása a mai módszerekkel már korán sem veszélyes. A kémiai reakciók nyomán felszálló gőz sokkal veszélyesebbnek néz ki, mint amilyen valójában. Sőt, egészségügyi vonatkozásait tekintve, a műanyagok szinte semmilyen közvetlen hatást nem gyakorolnak ránk. Hiszen csak akkor keletkezhetnek káros anyagok, ha valami feloldja őket. Vajon a műanyag nem inkább átok, mint áldás a modern társadalomban? Úgy érzi? Én kérdeztem. Ezt a kérdést mások is feltették már nekem. Azt hiszem, a műanyagok egyetlen átka, hogy sok hulladékot képeznek. Mindenütt nejlonzsákok hevernek. Kérdés, hogy ki teszi őket oda? Mindenki. Mit tesszük a társadalom? Tehát szerintem a mi felelősségünk, hogy megtanuljuk nem szétdobálni a szemetet mindenfelé. Aha. De vajon hogy lehetne elérni? Ez a társadalom felelőssége. Nem hiszem, hogy miénk műanyaggyártóké. Persze mi is igyekszünk tenni az ügyért, amikor hangsúlyozzuk az újrahasznosítás előnyeit és harcolunk a hulladéktermelés ellen. De ez akkor is főként a társadalom dolga. Jelenet az Arábiai Lorenz című filmből 45 évvel később. Hello! Hello! Hogy van?
Köszönöm jól. Mennyi műanyag hulladék van? Igen, én sem értem miért. Minden alkalommal össze kell takarítanunk, mielőtt egy-egy filmet forgatnának itt. Minden forgatás előtt ugyanúgy, mint a Gladiátor, a Csillagok háborúja, a Múmia és a Perzsia herceg esetében is. Ez valami állami program? Nem, sajnos a kormányt ez egyáltalán nem érdekli. Több tanulmány is vizsgálta a műanyagok humán egészségkárosító hatását. Tud róla? Mi a véleménye erről? Kétségtelen, hogy vannak ilyen vélemények, és egyes területeken valóban nagyobb körültekintéssel szabad csak kezelni a vegyi anyagokat és azok melléktermékeit. De a fejlesztés folyamatos, mind a technológiák, mind a felhasznált anyagok terén. Egy erősen szabályozott világban élünk, és nem is tehetünk mást, mint hogy odafigyelünk a felhasznált anyagok biztonságosságára. Már csak az a kérdés, hogy ha nem létezne műanyag, vajon akkor milyen egészségi állapotban lennénk? A műanyagipar évi 800 millió eurós hasznot termel évente. Csak Európában több mint 1 millió ember számára biztosít megélhetést. Napjainkban az ipar minden ágazata függ a műanyaggyártástól. Egész életünket meghatározza a műanyag. A műanyag hivatalosan egy szinte teljesen inert anyag. Persze vannak, akik azt állítják, hogy bár veszélyes alkotóelemekből épül fel, ezek olyan stabilan kötődnek egymáshoz, hogy úgysem kerülnek bele a természet körforgásába, a táplálékláncba és az emberi testbe. De ez sajnos nem igaz. A műanyag elbomlik az idő során a hő, a kopás, a maróanyagok és egyéb természetes folyamatok hatására. Így szabaddá válnak az eddig lekötött molekulák. Ezek az alkotóelemek mindenhol megtalálhatóak. Állandóak, tartósak és főleg mérgezőek, ha bekerülnek a táplálékláncba. Ez különösen igaz egy nagyobb vegyületcsoport, a ftalátok esetén, amelyekből több millió tonnát termelnek évente. A műanyag azért veszélyes, mert alattomos, és nagyon lassan bomlik el. Amint azt a Greenpeace is hangsúlyozta, egyetlen műanyag pelenka teljes lebomlása nagyjából 200 évig tart. 200 év alatt rengeteg ideje van, hogy káros anyagokkal terhelje a környezetét. És ezek tartósan ott maradnak. Sőt, nagy valószínűséggel bekerülnek az ökoszisztémába. Ön szerint a vegyipar is tisztában van ezzel? Tökéletesen. Csak eltitkolják. Az illetékesek rendkívüli energiát fektetnek az elhallgatásba. Nem is hittem volna, hogy ennyi műanyag van a házunkban. Én gyakran szagolgattam, mert tetszett az illata. Tehát érzett valamit? Persze, műanyagot. Akkor az rossz minőségű volt, mert a megszilárdult műanyagnak nem lehetne illata. Amit érzett, az csupa káros anyag lehetett. A műanyagban mindennek stabilan kellene kötődni. Ezért az illat azt jelezte, hogy apró részecskék szabadultak fel belőle, és ezek eljutottak az ornyálkahártyáig. Egy szóval ez egy igazán pocsék műanyag lehetett. De minden műanyagnak van valamilyen szaga. Na tessék, szagolja meg! Ön szerint kellemes? Hogy kideríthessem, valóban egészségkárosító hatású-e a műanyag, meg sem álltam egészen Velencéig, ahol a PVC emberi tragédiák okozója volt a múlt század végén. It was
Apám itt dolgozott. 1956-ban kezdte a munkát egy olyan részlegen, amely vinilkloridot állított elő. 5 munkatársával dolgozott együtt, és mindannyian rákban haltak meg. Egyedül ő élte túl. Neki csak egy a vinilklorid okozta betegsége volt, a Raynaud-szindróma. Ezt a betegséget a végtagok zsibbadása jellemzi. Továbbá a kéz és a lábfejek nagyon kifehérednek, illetve hirtelen ki is hűlnek, ami érthető módon roppant kellemetlen érzés. Apám meg volt győződve róla, hogy van összefüggés a vinilklorid és a cégben előforduló betegségek között. Ezért magánnyomozásba kezdett. De a dolgozók többsége nem mert beszélni vele, mert féltek, hogy elveszítik az állásukat. A szakszervezet pedig azzal gyanúsította meg, hogy a versenytársak bérelték fel és fizetik őt. A PVC gyártás során keletkezett erősen mérgező gőzöket belélegző dolgozók közül 117-en rákban haltak meg, 377-en pedig súlyosan megbetegedtek. Az egyetlen ember, aki felvállalta ezt a kényes ügyet, a megszállott ügyész Felice Casson volt. Az ügy veszélyeit tekintve el kell mondanom, hogy úgymond szokva vagyok a lőporos hordókhoz. Kifejezetten a titkos szolgálati ügyekre, nemzetközi fegyvercsempészetre és közel-keleti terrorizmusra szakosodtam. Éppen ezért felkészülten állok a multikkal folytatott kemény összecsapások elébe. Habár itt egy ember állt ki egy hatalmas vállalat ellen, az mégis megijedt tőle, és elkülönítette őt a cégen belül. Aztán felmondásra akarták kényszeríteni, hogy ne kelljen kirúgniuk. Mert hogyha kirúgják, azzal elismerték volna, hogy igaza van. Éppen ezért vitte ezt az ügyet bíróság elé. Minden nemzetközi cég, köztük az olasz vegyes vállalata Montedison is aláírta a titoktartási szerződést a PVC rákkeltő hatását illetően. Ezért minden tanulmányt titkosítottak, amely ezeket az anyagokat vizsgálta. Bárkit, akinek tudomására jutott ez az információ, titoktartásra köteleztek, és alá kellett írnia egy titkos szerződést. Ezeket találtuk meg, és tártuk a bíróság elé. Az eljárás végén az első, majd a másodfokú ítélet, és végül a legfelsőbb bíróság is elismerte, hogy apámnak volt igaza. Nem csak kiderült, hogy van összefüggés a betegségek és a vinilklorid között, hanem az Egészségügyi Világszervezet ezt be is bizonyította. De akkor is szörnyű, hogy bár a cég tudta, hogy a dolgozói veszélyben vannak, mégsem védte meg őket. Érzi ezt a szagot? Igen, tudom, borzasztó. A régi Marghera levegője pontosan ilyen volt. Követni akartam lépésről lépésre, hogyan lesz a kőolajból késztermék. Tervem egyszerű, de meglehetősen naív volt. Mi történne, ha ezt lenyelné? Megmérgezné magát. Vagy azonnal kihányná. Belenyúlhatok? Fekete lesz tőle a keze. És ha a bőrén keresztül felszívódik a véráramba, komoly problémákat okoz. Tehát hevesen reagál. A fekete arany 4%-át műanyaggyártásra használják. A nyersolaj molekuláit zárt ajtók mögött elegyítik azokkal a szigorúan titkos molekulákkal, amelyektől a kémiai reakció végbe megy. A molekulák ezek után polimerláncokká rendeződnek. Ezt követően számos további folyamat révén jön létre a műanyag pellet. Több ezer eltérő pelletfajta létezik, a változatos felhasználási céloknak megfelelően. A pellethez többnyire újabb titkos adalékokat és konvertereket adnak hozzá, amelynek eredményeképpen létrejön a műanyag termék. Műanyaggal repülünk az űrbe. Műanyaggal elégítjük ki vágyainkat. Sőt, még a testünkbe is műanyagot építünk. Hogy van? Jól, és maga? Remekül. Jó. Gyönyörű időnk van. Üdvözlöm, Robi.
Nagyon örvendek. Örülök, hogy megismerhetem. A plasztikai sebészet elnevezése a francia plastik szóból ered, amely képlékenységet jelent. Tehát a plasztikai sebészek képlékenyét teszik a testrészeinket, hogy rekonstruálják azokat. Például égési hegeket, általános deformitásokat, és természetesen a műtétek vagy balesetek okozta sérülések nyomát. És az utóbbi időben egyre több a kozmetikai sebészet. Kizárt, hogy maga 56 éves. Pedig annyi. Nem. Megmutassam a jogsimat. Igen, hadd lássam, mert nem hiszek magának. Kénytelen lesz. Mutassa. Rémes alak. És 56. Ugye? Az emberek többségében tévesen kapcsolódik össze a plasztika és plasztik, mint műanyag fogalma. Bár tény, hogy a plasztikai sebészetben használunk műanyagot és szilikont, vagyis testidegen anyagot, de korrekciós célokra. Elnézést, szabad lesz? Ha egyszer eljönnének a földön kívüliek, és felnyitnák a sírjainkat, nem győznék találgatni, hogy vajon mik lehettek ezek a furcsa díszek a mellkasunkon, az arcunkon, és vajon mi célt szolgálhattak? Most összpontosítson a mellében lévő műanyagra. Tud erre koncentrálni? Igen. Maximálisan a mellében lévő műanyagra fókuszál? Igen. Milyen érzés? Mintha a testrészem lenne. Mintha a testrésze lenne? Igen. De milyen érzés? Ugyanolyan puha. És meleg, mint a bőröm. Olyan, mint egy testrészem. Betekintést nyerni a műanyaggyártás folyamatába sokkal bonyolultabb, mint hittem. Minden látogatót nyilvántartásba veszünk, aki bemegy a borális sveháti telep helyére. Engedélye csak egy napra szól. Mielőtt az üzembe lépne, fel kell vennie a sisakot, a védőszemüveget és a védőcipőt. Semmit sem szabad megnéznem, és főleg nem filmezhetek. Sehová sem léphetek be. Csöveket látok. Csöveket mindenhol. Ez itt mind kőolaj finomító? Igen. És aztán gázt készítenek belőle, ha jól tudom. Olajat és gázokat. Mégis pontosan mit? Gázokat állítunk elő. Csak gázokat. Főként gázt, propilént és etilént. Ezzel? Igen. Csak így egyszerűen? Pontosan így. De hogy lesz a gázból műanyag? Katalizátorok segítségével. Ezek honnan kerülnek ide? Ide hozzánk. Nem önök állítják elő őket? Nem. Ezek speciális vegyi anyagok. És ezeknek nincs speciális neve van? Igen, így van. Minden cégnek megvannak a saját anyagai és a saját titkai. De még tesztelés alatt állnak. Ezt úgy érti, hogy ön sem ismeri őket? Dehogy nem. Nekünk mindennel pontosan tisztában kell lennünk, mert ki kell szűrnünk a veszélyes vagy rákkeltő anyagokat. Nem kerülhetnek be a termékbe, mert ha fóliához vagy ételtárolóhoz használjuk, akkor minden ilyen anyagot ismernie kell a labornak, és az összes gyártási részlegnek is. Ez azt jelenti, hogy az alapanyagokkal is tisztában van? Természetesen. Csak mert a magamfajta átlagember nem. Ez a mi dolgunk. Nekünk kell biztosítani azt, hogy semmi olyan ne jusson ki a vevőinkhez, ami bármely vonatkozásban is káros vagy mérgező lehet. Egyre nehezebbnek tűnik filmet készíteni a műanyaggyártásról, miután már 53 közismert nemzetközi cég tagadta meg a forgatást. Köztük a Coca-Cola, a Boeing és a Mattel. Ezek után kifejezetten meglepett, hogy ennek a népszerű műanyaglabdának a gyártója meghívott magához. Életemben először láthatom, hogy lesz a pelletből ilyen rugalmas és puha film. Hello. Jó napot! Werner Bóte vagyok. Vikit keresem. Igen, Vikit. Hello. Jó napot! Jó napot! Nagyon örvendek és köszönöm a meghívást. Tényleg megtekinthetjük belülről az üzemet? Persze. Van egy ilyen labdánk.
Értem. Ma bemutatom önöknek azt a folyamatot, ahogyan készül. Hát ez nagyszerű. Megengedi, hogy segítsek? Oda nézzenek! Tudja, mi ez? Ilyet a nagyapám is csinált. Rengeteg ilyen fóliát készítettem. Nekünk saját alapanyaggyárunk van. Tényleg? Igen. Finom az illata. Olyan, mint a mentolos rágógumi. Igazán kellemes. Otthonra is viszi ilyesmit? Igen, a legtöbb ügyfelünknek licensze van erre a termékre. Persze, mi is elkészítjük. Minden egyes gömböt ellenőriz? Igen. Vagy inkább minden tizediket? Minden egyes gömböt. Lassan rájöttem, hogy Zhang kisasszony mégsem akarja felfedni nekem a műanyag film készítésének titkát. Helyette inkább adalékokat ajánl. Úgy érzem magam, mint aki a fekete piacon üzletel. Hatféle lágyító anyaggal dolgozunk. A nevük DIMP, DBP, DDP, DILOP, és elfelejtettem. Ön választja ki, melyiket szeretné, és mindegyik anyagnak más az ára. Tehát, ha bejövök ide, és azt mondom, hogy kérek egy gömböt 25% DILP-vel. Igen, igen. Erre ön azt feleli, hogy persze, már is készítjük. Igen, igen. Az én hazámban ilyesmit nem lehet. Akkor ellenőriznie kell, hogy ezt a terméket beengedik-e. Ezután Zhang kisasszony a kamerák ellenére elvisz egy európai ügyfeléhez, és nyíltan mesél nekem bizonyos vállalati titkokról. De én csak azt akarom látni, hogy készül a műanyagfilm. Ez sajnos titok, mert sok más előállító is ezt akarja kifejleszteni. Ez a mi titkunk. De a legtöbb shanghai cég képes előállítani. Én nem mondanám el senkinek. Hiszek magának. Talán mégsem bízik bennem, mert a nagyapám is műanyaggyáros volt. Én bízom magában, de a főnököm akkor sem engedélyezné. Attól fél, hogy mivel ebből film készül, sokan látják majd. Több országba is eljut, és nem akarják, hogy kiderüljenek a titkaik. De vajon mi a titok? Elárulná nekem, hogy miért olyan titkos? Azért, mert kiderülne a kémiai összetétel. Mindenki láthatná az előállító gépsorokat. És akkor... Végül Zhang kisasszony csak ráeszmél, hogy egy filmes tábbal társalog, és félbeszakítja az interjút. Lehet, hogy most olvasta el a forgatási kérelmemet. Most már tudom, hogy ügyfélként sem nyertem volna teljes betekintést abba, miből készül majd a termékem. Ezt roppant furcsának találom. Azt hiszem, már kellőképpen bemutattam a cégünket. Talán sikerült képet alkotnia rólunk. Ezen kívül még hasznos információkat találhat a katalógusunkban is. Nem lehet, hogy ön az imént beszélt a főnökével, aki arra utasította, hogy ne mondjon többet nekünk? Igen. Ugye erről van szó? Ön is hiszik műanyag üvegből? Nem, köszönöm. Nem? Talán nem szereti a műanyagot? Nem szeretem a vizet, csak az italt. A viszkit? Nem. Jó, értem. Ne haragudjon. Egy vegyi üzem innen sok ezer kilométernyi távolságban előállítja a műanyagot. Úgy tudom, hogy az alapanyagot por vagy pelet formájában hozzák létre. Ezt utána a palacküzembe szállítják, ahol palackot készítenek belőle. Az eljárás neve extrudálás, vagyis préselik a műanyagot. De a gyártónak, aki megvásárolta az alapanyagot, fogalma sincs, mit kapott az előállítótól.
Az csak annyit közöl vele, hogy ez a létező legjobb műanyag. Ugyanis ez nem színeződik el, nem változtatja meg a benne tárolt élelmiszer ízét, és semmit sem enged ki. Azt viszont nem árulom el, hogy miből készült. Tehát a gyártónak fogalma sincs, milyen anyagból van az a palack, amit gyárt. Igazából senki sem tudja, hogy pont ez a műanyag mitől jobb, mint az a másik. De mi tudjuk, mert több szakmailag független kutatóval dolgozunk, akik kimentek a laborokba, és maguktól a vegyészektől kezdtek adatot gyűjteni. Tehát kiderült, hogy igenis oldódnak ki anyagok ezekből a palackokból. Ilyenek a már említett gyulladásgátlók. A tributiltin például meglehetősen agresszív androgén vegyület, amely a környezetbe kerülve például a puha testűek esetében hermafroditizmust okoz. A TBT és a bisphenol A például a legtöbb tesztalany szervezetében kimutatható. Ugyanez igaz a ftalátokra. Egyes műanyagok képesek bejutni a testbe, és beépülnek a test sejtjeibe. Amikor karcolás keletkezik egy polikarbonát üvegen, attól kezdve abból folyamatosan kioldódnak a szabaddá váló monomerek. De csak akkor, ha megsértem a palackot? Nem csak ön sérti meg, hanem az idő, a magas hő, bizonyos oldószerek, az alkoholos anyagok, sőt, még a palackban tárolt savas élelmiszerek is képesek polimereket felszabadítani, mert sérülést okoznak a felszínén. Tudja, egészen biztos vagyok benne, hogy annak idején mindannyian használtuk azt a bizonyos Tupperware-t, és ha emlékszik, eleinte még mindegyik átlátszó volt. De ahogy telt az idő, egyre karcosabb és opálosabb lett. Ezekből a palackokból egészen biztosan kioldottak műanyag komponensek. Ugye ön is törhetetlen tároló edényekről álmodik, amelyekből sosem ömlik ki az étel. Én most éppen ilyen modern edényeket ajánlok a modern élethez. Tessék, ugye hallották? Ez a távcső rendkívül strapabíró. Nem baj, ha leesik, ha elázik. Értem. És ez nyilvánvalóan azoknak a műanyag alkotó elemeknek köszönhető, amelyekből készült. Ezért örök életű. Az jó. Hogyne, az jó. Minőségi darab. Igen, nagyon igényes. Elerett az eső, ideje indulnunk, azt hiszem. Tényleg annyira veszélyes, mint ahogy mondja? Olyasmiről beszélek, amely lassan, de biztosan átalakítja a népességet, és ez nagyon komoly probléma. Ideje belegondolnunk ebbe, sőt, ideje egyre jobban elgondolkodnunk rajta, és anyagilag is támogatni a kutatásokat, amelyek esetleg alternatívákat találhatnak. Tehát azok, akik megveszik az élelmiszereket és megveszik a termékeket, ne kereskedjenek olyan dolgokkal, amelyek nem biztonságosak. Kémiai elemzésnek petettem alá ezt a kis földgömbjét, és nehéz fémeket találtam benne, főként higanyt. Tehát mérgező? Igen, mérgező, veszélyes, és többé már nem igazán engedélyezett a mai festékekben. Ezen kívül lágyító anyagokat is találtunk a PVC-ben. Ezekről a ftalátokról már évek óta tudjuk, hogy erősen mérgező anyagok. Évek alatt szivárogtak ki és halmozódtak fel a bioszférában, és most már az egész környezetet befolyásolják. Bejutnak a táplálékláncba, és egészségi problémákhoz vezetnek.
Még ezen kívül telítetlen szénhidrogének is vannak benne, amelyek illékonyak és erősen irritálják a légutakat. Talán ez okozza a szúrós szagát. Ezek rákkeltőnek minősülnek, és tilos használni őket. Tehát ez a földgömb mérgező? Ez egy rossz minőségű, mérgező holmi. Akkor mit csináljunk vele? Ebben a formájában nem is lenne szabad piacra kerülni. Ezek szerint folyamatosan szabadulnak fel belőle a szennyező anyagok. Igen, ez egyfolytában szennyez, amíg a gömb porózus nem lesz, mert kioldódik belőle minden lágyító anyag. És akkor? Akkor törékeny lesz, és porlékos. Régebben egyszerűen csak kólát vettem a boltban. Ma már, amikor a polc előtt állok, a műanyag palackot veszem észre. Régebben egyszerűen megvettem a zenét, ami tetszik. Most, amikor CD-t veszek, azt látom, hogy egy műanyag lemez van a kezemben. És ha nincs többé szükségem ezekre a műanyagokra, egyszerűen kidobom őket, nap mint nap. Évente 60 kilót. A világ legnagyobb szeméttelepein dolgozó guberálók összegyűjtik a műanyagot, hogy eladhassák őket az újrahasznosítóknak. Ennek dacára itt a műanyag a legértéktelenebb anyag. Ezen a szeméttelepen ebből származik a legkisebb bevétel. Mennyit keres ezzel? Nagyjából 50 rúpiát naponta. A guberálóknak súly szerint fizetnek a szemétért. Nem csoda, hogy mindenkinek más helye van a rangsorban. A rangidősek fémet, fát, üveget és más nehezebb anyagokat gyűjtenek. De a legszegényebbeknek már csak a könnyű műanyag marad. Ez a műanyag vizes. Semmi baj, majd elrejtjük középre. De ha rájönnek, megvernek minket. Akkor majd visszaütünk. Te megütnéd őket? Hát persze. Ha az ipar többet fizetne műanyag hulladékért, az emberek sokkal több figyelmet szentelnének neki. Akkor nem hajítanánk ki olyan lazán a megunt műanyag holmikat. Ismerem az új műanyagtárgyak szagát. Nagyon jellegzetes. De pár nap használat után ez valahogy elillan. Az új műanyagtárgyak akkor is mindig büdösek. Olyan sós szaguk van, nem gondolja? Magának tetszik. Ez kellemes. Magának ez tetszik. Kellemes. Tényleg, szagolja meg. Tényleg tetszik? Tetszik. Itt van minden műanyag vacak, amit a házamban találtam. Ezt a hulladékot négy albatrosz fiókabegyéből szedtük ki. Holtan találták őket Midway szigetén. A szüleik a csendes-óceáni térség északi vidékére szállnak, ahol a sok műanyag szemét az óceán felszínén úszik. A madarak felszedik és hazahozzák, majd felöklendezik a fiókáiknak. Ez perforálja a begyüket és belepusztulnak. Műanyag székek. Na.
Jó, persze, műanyag bolygón élünk. Tényleg igaz ez a mondás? Igen. Miért olyan biztos benne? Mert már egy műanyag réteg borítja be a föld felszínét. Hogy érti ezt? A szél fújja mindenfelé a száraz földön. A tenger is elsodorja. Ez aztán lerakódik a parton és a tengerek mélyén. Én 1997-ben szembesültem először az óceánok műanyag szennyezettségével. Ha ma vizsgálnánk meg a legszennyezettebb területet, ahol 1999-ben még 6-1 arányt tapasztaltunk, ott manapság 60 az 1-hez a műanyag szemét és a plankton aránya. 60 az 1-hez műanyag kontra plankton? A világon szinte mindenhol találni műanyagot, mert nem bomlik le biológiai úton, és tartósan jelen van. Mégis, ha ránézünk a vízre, egész tisztának látszik. Ne arra számítson, hogy ezek majd ott úsznak az óceán felszínén. Az, ami már átitatódott, elsüllyed a vízben. Tehát, ha az óceán felszínét nézi, ott legfeljebb csak törmelék és a nagyméretű, könnyű műanyag tárgyak maradnak fenn. Ami igazán fontos, az a műanyag, amit a hajó alatt vagy a horgonyán találunk, és ha mélyen belenézünk a vízbe. Irány, sebesség, minden rendben. Rendben. Tovább halászunk még 15 percig, és aztán felszedjük a hálót. Sőt, akár meg is ismételhetjük, ha szeretné. Jó, menjünk. Még 5 percig bent tarthatjuk a hálót. Egy 30 perces halászatra elég is volt. Tessék, ott is egy műanyag. Ezt be kell vinnünk a laborba. És ez csak egy minta a sok közül. Moore kapitány ilyeneket halászott ki a tengerből. A halak planktonnak nézik az előregedett műanyagokat, és addig esznek, amíg csak jól nem laknak. Végül a gyomruk megtelik műanyaggal. A civilizáció már a mély tengerek vizét is szennyezi. És ez nem visszafordítható. Ezt nem lehet kiszedni. Senki sem takaríthatja ki. Sőt, egyre több lesz belőle. Ott van egy. Igen. Kapd el. Jó. Ez megvan. Rendben. Találtunk egy halat? Igen. Mindig ennyire érdekelték a halak? Nos, igen, mindig is a halak érdekeltek. Mikor kezdődött? Még gyermekkoromban. Tényleg? Mindig is vonzott a tenger, és az a világ, ami benne van. Ezért kezdettől fogva tengerbiológus akartam lenni, és búvárkodni a korallzátonyok környékén. De végül a környezetszennyezés halakra gyakorolt hatásánál kötöttem ki. Értem. Nem túl felemelő téma. Miért nem? Mert ez leginkább a folyókat érinti, nem a korallzátonyokat. Ez egy kedves kis folyó, csak túl sok az ipar.
Ezt a metszetet egy nőstényhal ivarszervéből vágtuk, és mint látja, a hímek esetében ez teljesen másként néz ki. De ez egy köztes nemű hal. Tulajdonképpen azt látni rajta, hogy nincsenek benne nagyméretű fejlődő peték, mint a nősténben voltak, hanem csak ilyen aprók. Ezek a kis kerek valamik mind elpusztult petekezdemények voltak. Tehát mindenből van egy kicsi. Igen. A köztes nemű halak megjelenése a folyókban olyan ösztrogéntartalmú szennyezőanyagra utalt, amelyről sokáig nem is tudtuk, hogy mi lehet az. Végül is így jutottunk el a felfedezéshez, hogy a ftalátok és a biszfenol A endokrin zavart okoznak. Teljesen felboríthatják a hormonrendszer működését. Ennek a gyönyörű kis szigetnek a partján megint eszembe jut a nagyapám. Szívesen végig sétálnék vele a tengerpartra kisodort műanyag hulladékok között. Kíváncsi lennék, most mit gondolna az anyagról, amely úgy lenyűgözte, ha ezt látná. Jó napot, jó napot! Jó napot! Jó napot! Hogy van? Üdvözöljük a szigeten! Volna kedve együtt takarítani velünk? Ó, ez remek! Japánban évente egyszer szervezett takarítást rendeznek ezen a szigeten. A szemét, amit itt összeszednek, a Korea környéki hajókról, kompokról származik. 200 koreai diák, 100 japán önkéntes ezúttal velem együtt veszi fel a harcot a műanyag hulladék ellen. Korea. Korea? Korea! Két nap alatt 120 teherautónyit szedtünk össze, de ez persze idén sem kell senkinek. Úgy, ahogy eddig sem. Ez túl sok a sziget szemétlerakójának. Végül Fukuoka városa vállalja a szemétszállítmányt. De vajon szabad-e büszkének lennem arra, amit tettünk? Ez csak egy kis öböl, az egyik japán szigeten, és Japán több mint 6000 szigetből áll. Ráadásul attól a ténytől, hogy jövőre úgyis ismét lesz szemétgyűjtés, a nagyhajók továbbra is nyugodtan dobják ki szemetüket az öbölben, és így a tenger újra széthordja a szemetet Korea felől. Scott Belchert keresem.
Folyton bennem motoszkál a kérdés, hogy most akkor tényleg annyira veszélyes a műanyag, vagy sem. Arra gondoltam, hogy ön talán segíthetne megválaszolni ezt a kérdést. Be kell vallanom, hogy én sem tudom a választ. Miért nem? Azért, mert a kutatásaim sokkal specifikusabbak az ön kérdésénél. Továbbá, mert nem csak az műanyag, ami műanyagnak látszik. Az én kutatásom a műanyag egy-egy alkotó elemére vonatkozott, vagy csak egy szűk csoportra, főképp a BPA-ra, vagyis a bisphenol A-ra. A bisphenol A a műanyagpalackok alkotó eleme. Ez a polikarbonát műanyagok egy polimer része, amelyet bevonatképzőkhöz, tartósítókhoz, gumikhoz és egyéb műanyagokhoz használnak fel. Tehát ez az egyik legfőbb ipari vegyszer, ami azt jelenti, hogy rengeteg dologban megtalálható. Az amerikai kutató Patricia Hunt kutatásainak eleinte semmi közük nem volt a műanyagokhoz, de aztán nem tudta megkerülni őket. Kezdettől fogva ezekben a ketrecekben tartottuk az állatokat, és hosszú évekig nem volt velük gond. De egy idő után kezdtek feltűnni a változások, mert a kontrollállatoknak furcsa petesejtjeik lettek. Gondolkodni kezdtünk, hogy ezt vajon mi okozhatta. Egy alkalommal rossz mosószerrel mostuk ki a ketreceket, és ettől a műanyag bomlani kezdett. És hogy miért fontos ez nekünk? Azért, mert a bisphenol A tartalmú polikarbonát műanyagok, például a cumis üvegek zöme is ebből készül, a folyamatos használattól, mosástól és magas hőtől szintén bomlani kezdenek, és ezekben szintén rengeteg szabadul fel ebből a vegyszerből. Mi is bizonyítottuk, úgy, ahogy sokan mások, hogyha vizet teszünk egy polikarbonát műanyagba, a melegítés hatására bisphenol A oldódik ki belőle. Megesszük, megisszuk, sőt, még a bőrünkön át is felszívódik. Ez forró, nagyon forró. Ez a vegyszer a hormonokat utánozza, és a hormonok hírvivő molekulák, amelyek a sejtjeinkre hatnak. Ha ezeket az információkat rossz időben vagy rossz mennyiségben kapja egy magzat, károsíthatja a fejlődését. Ha jobban belegondolunk, ez azért riasztó, mert így a várandós anya egyszerre három generációt befolyásol ezzel. Elsőként saját magát, aztán a magzatát, és ha az történetesen lány, akkor annak petesejtjeit, vagyis a leendő unokáit is. A bisphenol A sejtpusztulást okozhat, mert felborítja a hormon háztartásunkat. Ez egy ösztrogén hatásmechanizmusú vegyszer. Az ösztrogének meghatározzák az agy fejlődését. Ezért, ha valami módosítja ezt a hatásmechanizmust, főként a fejlődő agyban, az egy egész életre meghatározza az agyműködést. Szeretjük azt hinni a toxinokról, hogy úgyis a mennyiségen múlik, mekkora kárt okoz. Ha túl sok, csak akkor árt. De ez esetben a hormonhatású mérgeknél ez nem igaz. A hormonok már egészen parányi mennyiségben is hatnak. Elég egy cippantás, hogy megbolondítsa a sejteket. Tehát ez esetben értelme sincs arra gondolni, hogy kis mennyiség nem árt. Mm-mm.
A műanyag korunk góleme. Vajon ez a csodás teremtmény alkotója ellen fordul? 1999-ben a műanyagipar hivatalos közleményt adott ki, hogy a biszfenol A ártalmatlan. Aztán évtizedekig tartó használat és több száz független kutatás bizonyította, hogy a biszfenol A veszélyes. Ugyanez derült ki a nonilfenolokról, a lágyítókról, a ftalátokról, a gyulladásgátlóktól, a tributiltinről és a higanyról. Attól tartok, hogy ezek a mérgek folyamatosan keringenek bennem. Ez egy szilikon kötőanyag preparátum. A csontokat, ízületeket és a főbereket ezzel a szilikonnal helyettesítjük, hogy rugalmasak maradjanak és ne törjenek el, látja? Igen. Ezt fecskendezzük be a tetembe, enzimekkel felszabadítjuk, a tüdőt eltávolítjuk, és így alkotjuk meg a preparátumot. Értem. Ez azt jelenti, hogy rengeteg műanyag van a vérében. Ez egy szilikon alapanyagú ember. Günther von Hagens az örökké valóságnak készíti preparátumait. Ez a mumifikálás modern változata. Ez jó minőségű, finom műanyag. Lassan öregszik el. Ezt fecskendezzük be a tetembe. Pontosan milyen műanyag? Egy speciális epoxi gyanta, amilyet a repülőgépgyártásban is használnak. 4 óra alatt köt meg. Életünket szilikonnal kezdjük, a cumiban. Halálunk után szilikon preparátumként végezzük. Hát nem műanyaggal van kikövezve a modern ember útja? Elnézést. Nem tört el? Nem. Jól van, köszönöm. Kezdem úgy érezni, hogy műanyagot eszem. Lassan képtelen vagyok megkülönböztetni az ételt a műanyag dekorációtól a japán éttermekben. Te nem szereted a műanyagot? Nem, nem. Miért nem? Ez is műanyag. Ez műanyag. Ez nem műanyag, hanem üveg. Üveg? Igen. Ez műanyag. Nem. Biztos? Teljesen. Ez sem műanyag. Műanyag szandál. És ez micsoda? Műanyag. Minek? Ja, a babáé. Igen.
És ebben mit tart? Vizet? Vizet. Vizet és minden mást. Ez mindenünk, ami műanyagból van. Tessék! Többé nem kell nekünk ez a sok vacak. A műanyag, amit én árusítok, az jó üzlet. Amikor Kenyába vagy máshová utazom vásárolni, mindig a legjobbat veszem, mint például ezt. Igyekszem mindig úgy csinálni, hogy hasznom is legyen rajta. Most ez a megélhetésem. Ezt árusítom a vevőimnek. Rengetegen jönnek el az én boltomba. Szeretnek vásárolni. És ha elégedettek, legközelebb is hozzám jönnek vissza. A műanyaggyártás hőskora óta annyi műanyagot termeltek, hogy abból akár 6 rétegnyi nejlonnal is körbetekerhetnénk a földet. A bolygó már láthatatlan műanyagburokban van. És úgy tűnik, esélyünk sincs megakadályozni. Gratulálok, nagypapa! A műanyagod legyőzhetetlen. Műanyag nélkül megélhetésem se lenne. Persze használhatnék helyette más anyagot is, de ez a legjobb a szobrászathoz. Talán nem kellene elmondanom, de egy barátom éppen a mérgező gőzök miatt halt meg. Minthogy én is sok műanyagot használok, igyekszem sok szellőztetéssel védeni magam, hogy mindig friss levegőt szívjak. De azt hiszem, ez akkor se tesz jót az egészségnek. Egy műanyag, Werner. Ez hihetetlen. Amikor beülünk az autóba egy forró nyári napon, van egy filmréteg a szélvédőn, amiből folyamatosan elpárolog a hatalmas ftalát mennyiség. És ha szinte minden vegyszer kipárolgott már belőlük, akkor mi történik a műanyag műszerfallal és a műanyag székekkel? Hát széttörnek, elporladnak. De vajon hogyan hatnak ránk a ftalátok? Elnyomják a tesztoszteront és csökkentik a spermiumok számát. Ugyanakkor fokozzák az elhízást. Több vonatkozásban is felborítják fiziológiai egyensúlyunkat. Jók a vénái, ezért könnyű lesz. Szerencsére mi csak fémtűt használunk. Ennek segítségével vesszük a vért. De a tárolófiolák is mind üvegből vannak. Itt Missouriban fogom megtudni, mennyi biszfenol A kering a véremben.
Jöjjön csak! A vérplazmájában kimutatható mennyiségű bisphenol A-t találtunk. Az önszervezetében található mennyiség elegendő lenne hozzá, hogy egy kísérleti állatban akár 40%-kal is csökkentse a herék spermium termelését. Ez nem azt jelenti, hogy ön terméketlen. Ön sajnos kellően termékeny ahhoz, hogy egy abnormális gyermeket nemzen. Bármi, ami polikarbonát tárolóban van, tartalmazhat bisphenol A-t. Ez 100%-osan biztos. Ez egy véletlen élelmiszeradalék. Bármi, amit ilyen tárolóból fogyaszt, tartalmazza a bisphenol A-t. Akár fel is sorolhatnánk az adott étel alkotó elemei között. Semmiben sem tér el az az adalék, amit az élelmiszergyártó tesz bele attól, amit a csomagolás gyártója. És ha az élelmiszergyártókat kötelezi a jog, hogy ezeket felsorolják, akkor a csomagolás gyártójának is kötelessége lenne. Amerikában a legnagyobb vegyi üzemek közül kerülnek ki az élelmiszercsomagolás gyártók, például a General Electric, a Dow Chemical. Volt idő, amikor a Shell, a Bayer AG, a Mitsubishi. Ezek mind nagy, erős cégek, és hatalmas befolyást gyakorolnak a politikusokra. Beszéltek erről valaha az iparnak? Tudja, amikor először rájöttem, hogy mi a helyzet, azonnal felvettem a kapcsolatot az ipar néhány képviselőjével, mert azt hittem, hogy ezt nekik is el kell mondanom, hogy őket is érdeklik ezek az eredmények. Erre küldtek nekem egy rakás papírt, hogy azokat olvassam el. Elmondtam nekik, hogy a hagyományos módszert akartam követni, és mielőtt közzétesszük, hogy ezekből a vegyszerekből már egészen kis mennyiség is vetélést okozhat, gondoltam, megkérdezem őket, hogy szerintük is helytállóak-e a tapasztalataim. Erre azt válaszolták, hogy ó, ez remek, örülünk, hogy ráérezen aggódni, és semmiféle érdeklődéssel vagy információval nem támogatták a munkánkat. Azt hiszem, napjainkban már nem beszélhetünk olyasmiről, hogy biztonságos műanyag. Még életben vagyunk. A lényegre tapintott. Ezek a vegyszerek nem ölnek azonnal, csak rontják az életminőséget. Van, aki asztmás lesz, van, aki elhízik, netán agyműködési zavart észlel. Másfelől viszont éppen ezeknek az anyagoknak köszönhetően élünk ilyen sokáig. Ha kórházba kerülünk, ott is rengeteg a műanyag. Persze, csak aki éppen úton van a kórházba, hogy kemoterápiával vagy sugárkezeléssel írtsák a daganatot, amit ezek a vegyszerek okoztak, az megkérdezi magától, hogy biztosan jobb lett-e az élete a műanyagtól. Ez itt a fő kérdés. Nem is hittem volna, hogy ennyi műanyag van a házamban. Megdöbbentő. Körültekintően és felelősségteljesen akarjuk használni ezeket a dolgokat, ezért csak környezetvédelmileg biztonságos termékeket veszünk. A jövőben is így szeretnénk élni. Most már elég erősnek érzem magam ahhoz, hogy újra találkozzam John Taylorral, a Plastics Europe vezetőjével. Szeretném rávenni, hogy hagyjanak fel a káros anyagok alkalmazásával.
Miután az értésemre hozza, hogy nincs ideje rám, úgy döntök, hogy a Nemzetközi Műanyag Expón keresem meg őt. Magammal viszem a közel 700 tanulmányt, amely a műanyagok hatását vizsgálta, és egyértelmű bizonyítékokkal igazolja veszélyeit. Kihal a jövő generáció? Elpusztulnak a sejtjeink. Autizmus. Gyermekkori diabétesz. Több a műanyag, mint a plankton. Gyakoribb a hererák. Persze, van 10 olyan tanulmány is, amely cáfolja mindezeket. Ezeket a tanulmányokat a Multic szponzorálták. De a műanyag csábító dolog. Amint belépek a kiállító csarnokba, szinte magam mellett érzem a nagyapámat. Ez jó. Ő mutatta meg nekem ezeket a csodás autókat, motorokat és rakétákat. Komoly dilemma. A műanyag megvéd. Bárhová megyünk. Bármit csinálunk. A műanyag a mindennapi életünk része. Vajon helyes ez a naív elégedettség? Nagyapám nem csak arra tanított, hogy szeressem a műanyagot, hanem arra is, hogy használjam az eszemet. Hogy erővel vértezzem fel magam, egy mélyet szippantok kedvenc anyaga illatából. Majd a lágyító aromájától kemény elszántsággal megkeresem John Taylort. Jó napot! Kérem! Nem, hagyják abba! Csak azt szeretném... Elég, kérem! Csak annyit... Azonnal távozzon a stanzútól! Taylor úr azt mondta, hogy... Taylor úr, kérdeznék valamit, a műanyagról. Szeretném, ha tudná, hogy 700 tanulmányt találtam, amelyekben bebizonyítják a műanyagok veszélyeit. Taylor úr! Megmondtam, hogy nem érek rá. Kérjen időpontot. Kérjen. Tudom, hogy nagyon elfoglalt és hogy nehéz elérni önt, de... Ez itt 700 tanulmány. Hagyják abba, most azonnal távozzanak innen. De én csak... Ez tényleg komoly téma. Szerintem ezt ő is tudja. Itt van 700 tudományos tanulmány, és ezek tényleg komoly, nagyon alapos tanulmányok. Szó sincs arról, hogy ne vennénk komolyan őket. Egyszerűen csak túl kevés időt tölthetünk egy ilyen expón. Hát muszáj arra koncentrálnunk. Ha megbeszélünk egy találkozót, az mindjárt más. Jó. Így megfelelne önnek? Mire gondolt? Találkozunk jövő héten, vagy jövő évben? Majd visszahívjuk. Aha. Majd visszahívjuk. Remek. Üdv mindenkinek, remélem jól érzik magukat. A műanyag rákkeltő. Felpuffasztja a melleket, árt az utódoknak. Tudták, hogy a műanyag meddőséget okozhat? Hallottak már erről valaha? Allergiát is okoz. Tudták, hogy mi mindannyian az ipar kísérleti egerei vagyunk? Tudták, hogy egész bolygónkat megmérgezték? Tudták, hogy az ipar nem hajlandó kivonni a piacról a mérgező anyagokat? Tudták, hogy a műanyag meddőséget okoz? Senki más nem izgat, mi a műanyag. A műanyagipar kialakulása óta, tehát nagyjából 50 éve, az emberi spermium termelés 53%-kal csökkent. Hogy kiderítsem, lehet-e valami köze a műanyaghoz, megrendeltem egy meddőpárokkal készült tanulmányt. Az már régen bebizonyosodott, hogy mindenki vérében van műanyag.
még az eszkimókban és az amazóniai indiánokban is. Ez a tanulmány azt akarja kideríteni, hogy vajon a meddő párok vérében a testsúlyukhoz viszonyítva nagyobb arányban van-e jelen a műanyag, mint az átlagéban. Valószínűleg ez az első ilyen teszt a világon, és szinte biztos, hogy az első emberi tanulmány. Persze több olyan vizsgálatról tudok, amelyben a patkányoknak kisebb heréje és nagyobb méhen nőtt, mert ez a vegyszer ösztrogén hormonként működik. Sajnos mindkettejüknél súlyos műanyag terheltség tapasztalható, ami azt jelenti, hogy rengeteg ftalát van a vérükben. Igen, kicsit több, mint az átlagnak. Ftalát a műanyagokból. Valószínűleg sok a műanyag edényük. Tehát ezentúl figyelnem kellene a nonilfenolra? Nonilfenol, igen, a teszt eredménye azt mutatja. Sok műanyagot tartanak otthon? Hát úgy tűnik. Nem szándékosan. Nagyon is. Mármint nyilván nem úgy megyek be a boltba, hogy a legegészségtelenebb dolgokat vegyem. Csak azt vásárolom, ami kell. Ez esetben, mivel a tesztjük magas ftalát koncentrációt mutat, használjanak kevesebb PVC-t. A PVC-t a 3-as számú újrahasznosítási kóddal jelölik, a biszfenol A kódja a 7-es. Itt mindegyik csoport sok problémát okoz, és az adalékok zöméről még sejtelmünk sincs. Az ipar nem fogja azért megváltoztatni a cumis üvegek összetételét, mert az én tanulmányom kimutatta, hogy ezek használata befolyásolhatja a termékenységet. De azt biztos megfontolnák, ha a vevők azt mondanák, hogy többé nem hajlandóak biszfenol A tartalmú terméket venni. Ők nem adnak ilyen cumit a gyereküknek. Én többek között azt vetettem fel, hogy aggasztónak találom, ha például a cumis üvegek gyártásához olyan műanyagot használnak, ami polikarbonátból készül. Erre nem sokára felhívott egy cumis üveggyártó, hogy mégis mit képzelek én, mert őket most folyton hívogatják a szülők, hogy megtudják, miből készült a cumis üvegük. Most letámadom egy szupermarket csomagolási menedzserét azzal a kérdéssel, hogy tudja-e, miből készül a palack. Tudja, milyen műanyagból van? Valószínűleg polietilénből, de nem hiszem, hogy ezt feltüntették rajta. Szerintem ez polietilén, egy speciális borítással. Nem, nincs rajta, hogy miből készült. Nem is tudom, hogy szabadna-e ilyet használni, mert sehol se tüntetik fel, miből készült. Ettől függetlenül az alapanyaga biztos polietilén, és az is biztos, hogy van rajta valamilyen bevonat. Nem, itt sincs. És itt sem találtam róla semmit. Nincs. Mindenki tudja, hogy a műanyag kőolajból készül. De a kőolajkészletek egyre fogynak, ezért kerül egyre többet. Éppen ezért kell új alternatívákat keresnünk, mindenhol, ahol csak lehet. Például mik az alternatívák? Például csomagolóanyag terén is van alternatíva, amely megújuló energiával, természetes alapanyagokból készült. Ezek a bioműanyagok. Már létezik ilyesmi? Igen, a mi boltunkban is van bioműanyag. Ott, a húsárok osztályán. Ezeket a termékeket, a darált húst már biofóliába csomagoljuk. Ez a csomagolóanyag kizárólag cukornádból készül. Kivéve a tatárbifsteknek valót, mert az túl nedves. Ez a csomagolóanyag cukornádból készül. Tényleg cukornádból van? Cukornád hulladékból. Persze, az lenne az igazi, ha én, mint vásárló, tudnám, hogy mitől olyan más ez. Rá van írva. Hova? Ide. Jól látom, biocsomagolóanyag. Aha. És itt a tanúsítvány, hogy ez tényleg bioműanyag. De ez csak a kosárkára igaz. Igen. A belsejére. A többi csomagolás nem ilyen? Nem, ez hagyományos műanyag. Aha. A bioműanyag egészségesnek tűnt, de amikor kielemeztettem 6 biológiailag lebomló készterméket, kiderült, hogy egyikük 28 mg rákkeltő DINP-t tartalmaz, tehát mérgező. Méghozzá a gyerekek imádott játékában volt, a Happy Maze-ben. A többi 5 termékben nem mutattak ki semmilyen ismert toxint. A Novamont üzem bioműanyagot állít elő, és további új nyersanyagokat keres. Ez a jövő záloga. Ez a jövő műanyaga. Értem. Ebben van a jövő. Ez itt a Mater B, amely komposztálható anyag, tekintve, hogy keményítőt tartalmaz.
Továbbá növényi olajokat és néhány polimert, amely segíti az előállítást. Ez valóban alternatívája lehet az olyan fogyatkozó nyersanyagoknak, mint a kőolaj. Hatalmas szükségünk van az alternatívákra. Ez esetben az alternatívákat a gazdálkodókkal együtt dolgozhatjuk ki, ugyanis a gazdaságok ma már sokban iparosodtak. Nem csupán egyszerű termelő. Ez jó. Most már sokkal jobban néz ki. Talán ideje lenne eladnunk pár cégtulajdonosnak és kozmetikumnak használni. Olyan, mint az étel, olyan az illata. Olyan, mint az étel, és nagyon puha. És ennek már semmi köze a műanyaghoz. Most nagyon meglepődtem, mert ez itt nem Mater B, hanem polisztirol. Igaza van. Az pedig ott polietilén. Igen. Miért nem lehet ezt megcsinálni komposztálható műanyagból? Dehogy nem tudjuk, de most erről ennyit, elnézést. Még nincs belőle elég? Még nincs belőle elég. Néha kifogyunk a saját alapanyagainkból, és akkor vissza kell térnünk helyette a hagyományosakhoz. Például itt vannak ezek a poharak, amelyeknek a borítása... Ezt a papírt Mater B-vel lamináltuk belülről. A biomasszát megfelelően is használhatjuk, illetve úgy is, hogy ezzel drámaian ártsunk a környezetnek. Gondoljon csak a biodízelre és a bioetanolra. Nem szedhetjük össze az ehető terményt, hogy energiává alakítsuk, mert azzal csak egy újabb problémát teremtünk. A biológiailag lebontható anyagokkal még gyerekcipőben járunk. A teljes napi volumen megközelítőleg napi 200 ezer tonna lenne, de a mi kapacitásunk legfeljebb 60 ezer. Még így is a miénk a legjelentősebb részesedés ezen a piacon. De a hagyományos műanyagokhoz viszonyítva legfeljebb csak 0, akárhány százalék. Ez történik vele 15 nap múlva egy komposztáló üzemben. Ez 21 nap múlva, ez 45 nap múlva, és ennyi az üledék. Tehát most már láthatta, mi lesz a sorsa egy biológiailag lebomló komposztálható polimernek. Most már nem csak az a kérdés, hogy a műanyag káros vagy hasznos anyag. A műanyag egy ördögi kör. Még ha mától kezdve senki sem használna többé káros műanyagot, akkor is 500 évig kellene még kerülgetnünk a hagyományos műanyagok maradékát és toxinjaikat. Vajon lesz még akkor élet a Földön? Az előregedett műanyagot vagy elégetik a háztartási hulladékkal együtt, vagy beolvasztják. Állítólag kiszűrik az égés során keletkező mérgeket, aztán a szennyezett szűrőket elássák a földbe. Az újrahasznosítással pedig csak az a gond, hogy senki sem tudja, milyen vegyszereket használnak a folyamat során. Azt mondják, hogy csak másodosztályú műanyagot készítenek újrahasznosított anyagból, például szennyvízcsatornát. A szennyvíz végig folyik rajta, kioldja belőle a mérgeket, és az újra bekerül a környezetbe. A műanyag láthatatlan ellenség. Végül tényleg megkeresett a Plastics Europe. A műanyagipari expón felvetett kérdésemre egy olajipari cégnek is dolgozó, jól kiképzett üzleti szónok személyében küldtek választ. Ő Ray Hammond. Hogy van? Köszönöm, jól. A Plastics Europe megbízásából jöttem el önhöz, mert úgy tudom, hogy egy filmet forgat. Talán már hallott róla, hogy magam is írtam egy könyvet, a Világ 2030-ban címmel, amelyben a műanyagoknak fontos szerep jut. Ezért javasolta a cég, hogy személyesen keressen fel önt Bécsben, mert véleményük szerint mi tudnánk beszélgetni erről a jövőről. Tehát mi értelme lesz a műanyagnak a jövőben? Változik majd. Hatalmas átalakuláson megy át ez a mostani inert anyag. Okos lesz, érzékeny és intelligens. Rengeteg dolgot tud majd, például, hogy mikortól romlott egy étel. Azt is tudja majd, hogy hol van a világban.
képes lesz amolyan öngyógyításra. Tehát például jól használható majd az űrkutatásban, mert ha megsérül, azonnal rendbe hozza magát. Képes lesz olyan jeleket kibocsátani, amelyek megváltoztatják az alakját. Tehát, ha egy sebész beültet egy műanyagot egy érszakaszba, majd megvilágítja, az kinyílik, és ezáltal megnyitja az elzáródást. Jól értem, hogy önt nem aggasztja a műanyagok egészségkárosító hatása. Azok a felvetések nem aggasztanak, amelyek szerint a műanyagokban az endokrin rendszerünket károsító anyagok vannak. Például. Eleinte én is aggodalmaskodtam, de aztán alaposabban utána néztem, és kiderült, hogy 2007-ben az Európai Élelmiszerbiztonsági Testület cáfolta ezeket az aggályokat. Ha ők azt mondják, hogy nincs félnivalóm, én elfogadom, hiszek neki. Ők jóval szigorúbb testület, mint az amerikai FDI. Azt hiszem, az európai műanyaggyártók már rájöttek, hogy a jövőjük érdekében jobb együttműködni a lakossággal. Más szóval, csak felelősséggel terjeszkedhetnek és fejleszthetik termékeiket a társadalommal egyetértésben. Tehát ön szerint odafigyelnek rá? Azt nem tudhatom, hogy megteszik-e vagy sem. Csak az a biztos, hogy megígérték, hogy törekszenek rá. A kettő nem teljesen ugyanaz. Tudna említeni egy olyan műanyagterméket, ami az otthonában van? Egész biztosan vannak műanyagtárgyak az otthonában. Ugye vannak műanyagtárgyai? Hát persze. És tudna említeni egyet, amiről tudja, miből készült? Nem. Fogalma sincs? Maga szerint miért nem? Mert bízik bennük? Igen. Bízom bennük. A nagyapám ebben az üzemben dolgozott éveken át. De valószínűleg fogalma se volt ezekről a tényekről. Nem tudom. Annyit talán mégis tudhatott, hogy a vinilklorid monomer rákkeltő hatású azokra az emberekre nézve, akik az üzemben a nagy keverő dézsák mellett dolgoztak vagy takarítottak. Volt rá bizonyíték, hogy ez veszélyes munka. De az, hogy milyen nagyon veszélyesek azok a termékek, csak 1990 után derült ki. Nagyapám ezt még nem tudhatta. Nem, ezt biztosan nem tudhatta, mert ez viszonylag új felfedezés. Az EU REACH program a legszigorúbb vegyipari törvényhozó a világon. Az Európai Bizottság alelnöke, Margot Wallström felelős ezért a programért, mint környezetvédelmi biztos. Hoztam neki egy kedves ajándékot. Ezt a gyönyörű, színes labdát, amit Bécsben vettem. Ez egy műanyag bolygó. Igen, mindenben ott van. Az ételünkben, a cipőnkben, a ruházatunkban, az autóinkban, mindenben. Tudjuk, hogy fokozzák az allergiás reakciókat, hogy daganatokat okoznak. És endokrin zavart. Igen, így van. Hormonzavart okozó vegyületek. Ez most már tudományosan bizonyított tény. Az elmúlt 10 év során összesen 11 vegyület kockázati tényezőit tudtuk felmérni. Abból a 100 000 vegyületből, amit mind be kellene vizsgálnunk. 10 évünkbe telt, hogy 11 vegyületnek utána nézzünk. Tehát nyilvánvaló, hogy ez a módszer nem megfelelő. Addig, amíg nincs tudomásunk minden információról, az ipar nyugodtan mondhatja, hogy amíg nincs rá bizonyíték, hogy valami ártalmas, nyugodtan gyárthatják és használhatják azt a terméket.
Mostanáig a hatóságok dolga volt, hogy bebizonyítsák a társadalomnak, hogy valami veszélyes. Úgy tűnik, fordult a kocka, mert most már a gyártóknak kell bebizonyítaniuk, hogy amit termelnek és eladnak, az nem veszélyes. Persze mindannyian vágynak a felhasználóbarát címkére. Az ipar keményen lobbizott ezért a bizottságnál, néha meglehetősen agresszívan. Szerintem ez roppant régi módi dolog. Az már a múlté, hogy ez az ipar erős volt. Azt hiszem, talán túl erős volt éveken át. Más országok próbálták befolyásolni? Hogyne, persze. Például mesélne egy kicsit erről? Nos, először is Amerika, az Egyesült Államok nagyon keményen lobbizott. Attól féltek, hogy majd az amerikai termelőknek is követniük kell az európai szabályokat. És ez nem tetszett nekik. Én minden esetre többet várok el a vegyipartól. Azt hiszem, egyesíteniük kellene az erőiket, és megmutatni, hogy nem csak fejlődőképesek, hanem a jövőről is képesek felelősen gondolkodni. A nagyapám túl fiatalon halt meg. Egyszerűen még fel sem mérhette a műanyag veszélyeit. De manapság már sokkal többet tudunk. Nagyon örülök, hogy többé már nincsenek műanyag virágok nagypapa sírján. Kidobtam őket. Miért dobtad ki őket? Mert már nem tetszettek. A kerti orgona sokkal jobban néz ki. Miért? Azért, mert az orgona mindig friss, és tele van élettel. Anya, büszke vagyok rád. A magyar változatot az Ozone Network megbízásából a Pannonia Sound System készítette.